A következő előadásunkban a magyar haderő létrehozásáról fogunk hallani. A trianoni békediktátumnak, ha békediktátumról beszélünk, és általában ezt a szót használjuk, akkor azt látjuk, hogy a trianoni békeszerződésben valóban nagyon sok mindent meg akartak Magyarországnak mondani. Közigazgatástól államformáig, természetszerűleg a határokig. De ha megdöbbentő és részletes szabályokat látunk, az a honvédségre, a magyar haderőre vonatkozik. Szakács Sándor professzor urat szólítom, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatóját, az önálló magyar haderő létrehozása 1912 és 22 között címmel. Tartsa meg előadását. Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kedves érdeklődő nézők! Haderőről beszélni egy olyan országban, amiről itt elhangzott a felvezetőben, illetve Horváth Attila professzor részéről egy megcsonkított és a jogfolytonosságot herelteni kívánó országban nyilván szólni kell, és úgy kell szólni, hogy vajon mi volt addig és mi jött utána. Az önálló magyar állam gyakorlatilag, ha itt tekintjük, gyakorlatilag 1918. november 16-ával az úgynevezett népköztársaság kikiáltásával jön létre, hiszen a dualista magyar államnak önálló hadereiről nem beszélhetünk. A kiegyezés létrehozott ugyanis egy lehetőséget, nevezetesen azt, hogy az uralkodói közvetlenjéből a haderőt, a hadsereget, ahogy egyszerűen szokták mondani, bizonyos értelemben kiengedte, de csak annyiban, hogy az egész birodalomra érvényes és az egész birodalom hadereit képező császári és királyi hadsereget, ez volt a szárazföldi haderő, illetve a haditengerészetet úgymond magánál tartotta, de osztrák császárként rendelkezett az osztrák honvédség fölött, és létrejött a magyar királyi honvédség is 1868-ban, ahogy akkoriban mondták és később is mondták, egy kiegészítő haderőként a közös haderőhöz. Az első világháború ezt a helyzetet megváltoztatta, hiszen a honvéd alakulatok is egyre, hogy így mondjam, korszerűbbek, fejlettebbek és harcedzettebbek lettek. Viszont az első világháborús vereséget követően gyakorlatilag ott áll a magyar állam, amelyik ekkor létrejönne, és van egy sajátos helyzet, vannak magyar kiegészítésű alakulatok, elég nagy számban a közös haderőben, vannak honvédségi alakulatok, és meglepő vagy nem meglepő módon, inkább az utóbbit fogalmaznám meg, a közös és a magyar honvéd alakulatoknak és a honvéd alakulatoknak egy része is nem magyar nemzetiségű katonákból áll össze. Tehát ott vannak a nagyváradi gyalogezred, ahol rendős a románok száma, de mondhatjuk az Erdélyből és a Parciumból, vagy a később Romániához csatolt területekről kiegészített ezredeket, de ugyanez vonatkozik a felvidékre, délvidékre és így tovább. És ekkor egy megítélésem szerint nem kimondottan szerencsés katonapolitikai elképzelések alapján próbálják létrehozni a magyar önkéntes hadsereget. Nagyon szép neve van, néphadseregen nevezik egyébként, de van egy hosszabb neve is ennek, a Károlyék alatt, és ugye van egy elhíresült mondás, amit szoktak idézni Linder Bélától, nem egészen pontosan azt takarja, hogy nem akarok katonát látni, hogy ne legyen haderő, ennél sokkal összetettebb a kérdés, hiszen a frontokról részben intaktan, egységesen térnek haza alakulatok, de sajnos azt kell mondani, hogy a döntő többsége rendezetlen formában jön vissza, és a magyar katonai erő, amennyiben magyarnak lehet ezt nevezni, mert nem, nincs magyar katonai erő, ezt szeretném legalábbis az én megközelítésemből ezt hangsúlyozni, egy jelentős része a monarchia hadereinek az olasz fronton hadifogságba kerül, másként értelmezik a fegyverszüneti megállapodást, az olaszok szerint már életbe lépett, az osztrák-magyar monarchia. A lényeg az, hogy konfliktusok nélkül több százer katona kerül olasz hadifogságba, de akkor még fönnállnak a magyar határok. 1918-ban aztán a belgrádi konvencióban megengedett hat gyalog és két lovas hadosztály, az egy olyan erőt jelent mindössze az akkori magyar népköztársaság számára, illetve később népköztársaság számára, amely az országot védeni egyáltalán nem lehet. És hiába vannak azok az elképzelések, hogy meg kellene próbálni fölépíteni egy új haderőt, egyrészt visszatartják a fiatalabb korosztályokat, másrészt pedig önkéntesekből. De legyünk őszinték, 3-4 és fél esztendei frontszolgálat után nem jellemző az, hogy valaki ekkor még önkéntesen lelkesedni akarna. És van egy fölvetés, vagy egy elképzelés, nevezetesen az, hogy aki katonáskodik, annak adjanak földet. De hozzá kell tenni, hogy a földen rendelkezők, sem a magyarországi egyházak, sem a jelentős birtoka rendelkező arisztokrácia körében ez nem talál, hogy úgy mondjam, valódi támogatásra, tehát nem mondja senki azt, hogy igen, aki belép a hadseregbe és védelmezi Magyarország határait, majd ha jönnek, hiszen már jöttek a szerbek, a csehek és a románok, az majd 10 vagy 15 holdföldet kap. A hadsereg szervezés félrecsúszik,
nincs érdemben igazi haderő, és ugyanez vonatkozik 1919-re is, amikor ugye egy március 21-i hatalomátvétel egy kommunista-szociáldemokrata megegyezés alapján létrejön a Magyarországi Tanácsköztársaság, amely nevében később aztán Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársága módosul. Ott sincs igazán érdemi hadereje ennek a hadseregnek, vagy az országnak, hiszen 1919. januárjában olyan lépések történnek még a Károlyi Mihály vezette időszak, vagy kormány időszakában, hogy az összes tábornokot és ezredest nyugállományba helyezik, megszüntetik a vezérkart, a hadiműszaki törzskart, a hadmérnökkart, a vezérkart. Gyakorlatilag 1919. áprilisára, amikor a tanácsköztárság akkori vezetése megpróbál valami haderőt szervezni, kiderül, hogy 8000 főnyi tiszti állomány hiányzik ahhoz, hogy egy hadsereget, most így fogalmazok, lehessen fölépíteni. Ennek ellenére 1919. áprilisában, májusában a szervezés következtében bizonyos önkéntesség alapján, de aztán később sorozást kell bevezni, mert az önkéntesség akkor sem működik. Tehát hiába vannak, hogy így mondjam, marxista vagy bolsevista eszmék, amikor ugye az van az elképzelésekben, hogy majd a magyar proletár nem fog a szlovák proletárral és nem tudom milyen harcolni, mert majd mindenki a burzsújjal meg a bojárral fog, a román proletár majd a román bojárt fogja elküldeni, nem küldt el. A román proletárnak sokkal nagyobb igénye volt Magyarország elfoglalt és majd elfoglaltandó szám területeire, mint arra, hogy a román bojárok ellen harcoljon. Ettől függetlenül egy olyan 180-200 főre tehető haderő jön létre a tanácsköztársaság időszakában, és amikor a felvidéki hadjárat után, amiről azt szoktuk mondani, vagy szokták mondani sokszor, hogy felszabadította az ország egy részét a csehek alól, de ha ott a szlovák tanácsköztársaságot kiáltják ki, akkor az vajon Magyarország részét képezi, vagy pedig az internacionalista eszmék alapján létrehoznak egy másik kommunista államot. Ezen el lehet gondolkodni. Hozzátéve azt, hogy egyébként ennek az úgynevezett vörös hadseregnek, amely nevében ezt hangoztatta, a katonai vezetői vagy a felső vezetése, de a tisztika döntő többsége is egykori hivatásos és részben tartalékos tisztekből állt, akiknek a katonai karrierje 1919-ben nem törik meg, nagyszerű pályát futnak végig. Csak azért, hogy néhány nevet említsek, és azt hiszem, ezt talán nem ismerete, nem csak a jelenlévők, de az érdeklődő nézők előtt sem. 1919-ben idézőben használom vörös, mert a vörös hadseregben szolgál, Werth Henrik, Szombathelyi Ferenc, mindketten a Honvéd vezérkar főnöke a II. Világháború időszakában, Nagy Vilmos, a későbbi honvédelmi miniszter, Csatai Lajos honvédelmi miniszterré válik, Vörös János, aki ebben az időben nem csak nevében vörös, hanem ha így veszük, egyébként is vörös. A hírszerzés vezetője az a Sztójai Döme, akkor még Stojakovics Demeter, és ugye később szintén a hírszerzés vezetője majd berlini követ, később pedig Magyarország miniszterelnöke, külügyminiszter, és hol lehetne hozni a neveket. De amikor 1919. júniusára kiderül, hogy a tanácsköztárság vezetése a sikerek után sem áll a területi integritás alapján, hogy ezt Kumbéla már korábban megfogalmazta, hogy Magyarország a tanácsköztárság vezetése nem áll az integritás alapján, és a sikeres felvidéki hadműveletek után nem Magyarország területe szabadul, hanem létrejön a szlovák tanácsköztárság, a katonaerőt visszavonják, ekkor a tanácsköztársaság haderejében szolgáló tisztek egy jelentős része, köztük Lakatos Géza, Hennyei Gusztáv, Andor Kardulf és így tovább, csak néhány tábornok a 40-es évekből, kiválnak a szolgálatból, beteget jelentenek és így tovább, és megjelenik egy alternatíva, egy lehetőség, egy választási lehetőség, hiszen 1919. júniusában a Szegeden működő Károlyi Gyula gróf vezette ellenkormány hadügyminisztere lesz Horthy Miklós, altengernagy, az osztrák-magyar haditengerészet flottának utolsó parancsnoka, és megfogalmazzák a felhívást, aminek a lényege, hogy létre kell hozni egy nemzeti hadsereget, amelyben elsősorban a frontokon szolgált tiszteket, altiszteket várják, akik lehetőség szerint még nem töltötték be az 50. életévüket, és aztán ezekből szeretnék létrehozni a nemzeti hadsereget, a nemzeti haderőt, de a korabeli viszonyokra és helyzetre jellemző, hogy egy másik rendeletben azért utalnak arra, illetve így mondanám, hogy felhívásban, hogy a jelentkezők lehetőség szerint egyenruhát, fegyvert és 3 napi élelmet hozzanak magukkal. Tehát ebből indul 1919-ben az a nemzeti hadsereg, amelyik a tanácsköztársaság összeomlását, bukását követően a román és a cseh és szerb egyéb csapatok által el nem foglalt Dunántúl egy részére vonulhat be, ekkor ennek a haderőnek a létszáma, használjuk a hadsereg kifejezést, ez van a nevében, 3000-3500 főre tehető. Mert a létező vörös hadsereg sokkal nagyobb létszámú, azonban a bukást követően a katonák egy része hazamegy, a másik része román fogságba kerül, döntő többség inkább román fogságban, akik pedig maradnak, azok beolvadnak a kis létszámú hadseregbe, a 3001 néhány száz főbe, és ennek a hadseregnek próbálják meg, vagy ebből a hadseregből, vagy ebből az ember anyagból próbálnak egy hadsereget összehozni, vagy gyúrni, hogy így fogalmazzak, és az a
illetve az az elképzelés fogalmazódik meg a katonai vezetőkbe, illetve a később kormányzóvá váló Horthy Miklóssal, aki ekkor a Nemzeti Hadsereg fővezére már, hiszen lemond a hadügyminiszteri tisztéről, hogy azt a szellemiséget és azt a fegyelmet kell visszahozni, vagy kialakítani ebbe a hadseregbe, amely a monarchia fennállása időszakában volt. Az alaptétel az egyik az, hogy a katonatiszt nem politizál és nem politizálhat. Hozzá kell tennem, hogy ennek ellenére nyilván politizáltak, és most nem a különítményekre gondolok, mert azoknak a tevékenysége részben politikainak is tekinthető, hiszen a tanácsköztársaság különböző rendű rangú funkcionáriusával szembe követik el azokat, egyébként nyugodtan mondhatjuk törvénytelenséget, amelyet az akkori igazságszolgáltatás sem tud elfogadni. És később eljárás indul ellenük. Ez egy másik dolog, hogy a kormányzó aztán egy döntéssel ugye ezeket a eljárásokat, illetve már meghozott ítéleteket, hogy már meg sem is, lehet, hogy rosszul fogalmazok, nevezzük így egy földi halandó kifejezőre kegyelmet ad nekik, tehát folytatódhat a pályafutásuk. Bánó Kálmán gond nélkül lesz később altábornagy, egy címzetes altábornagy és a csendőrség felügyelős egy időszakban. De a lényeg az, hogy ez a nemzeti hadsereg, én így fogalmazok, magába olvasztja a nagyobb örös hadsereget, de a kérdés az, hogy mekkora haderőre lenne szükség, vagy mekkora haderő lehetséges. Itt elhangzott a fölvezetőben, illetve elnök úr gondolataiban, hogy a trianoni békeszerződés, ami nevében szerződés, de megítélésem szerint nyugodtan használhatjuk a diktátum kifejezést. Jobban diktátumot nem használnak. Ez egy békeszerződés, amely a magyarság számára, a Magyarország számára diktátum, hiszen nem csak arról van szó, vagy nem csak arra kell utalni, hogy itt nem egyenrangú felek közötti tárgyalásokról volt szó, hanem egyáltalán tárgyalásokról sem volt szó. Gyakorlatilag megkapták a feltételeket, ugyanúgy, mint 1941. októberében Moszkvában, hogy vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk, ez a két lehetőség van. Ha nem fogadjuk el, akkor nincs tovább. De visszatérve a haderőre, tehát föl kell építeni ezt a haderőt. És 1919-ben, amikor végül is elfogadják a győztesek is, és azt látják, hogy a Nemzeti Hadsereg fővezére az a személy Magyarországon, akire szabad így fogom építeni lehet, akkor jönnek azok a lehetőségek, lépések, hogy ez a haderő a kivonuló román csapatok helyére bevonulhat, és így tovább, és így jön, hogy 1919. novemberében a budapesti bevonulás is, amely előtt a fővezér Horthy Miklós több olyan bizalmas tiszti parancsot ad ki, amelyben figyelmeztet mindenkit arra, hogy nem lehetnek atrocitások, nem lehet vallási kérdéseket, ez egyértelműen nyilván a zsidósággal kapcsolatos megfogalmazás, megtárgyalni, vitatni, politika mentesen kell ezt végrehajtani. A másik pedig a fellazult és meglazult erkölcsöket is helyre kell állítani a hadseregen belül is, mert jönnek olyan információk, hogy szabad idejükben a tisztek mindenféle kasszírnőkkel és pincérnőkkel üldögélnek kávéházakban, és olyan történeteket adnak elő, amelyeknek a valóság alapja igazán nem valószínűsíthető. De a dolognak az a lényege, hogy az akkori elképzelések szerint Magyarországnak mintegy 85 ezer főnyi hadseregre, haderőre lenne szüksége ahhoz, hogy normálisan működjön. Ez még mindig, ez már egy kicsit több, mint a békebeli magyar királyi honvédség az első világháború előtt, de nem olyan jelentős, hogy a majdnem létrejövő, vagy már részben létrejött szomszédos országok erejével fölvegye a szükséges harcot, ha esetleg harcra kerül-e sor. Viszont az emlegetett trianoni békediktátum és békeszerződés gyakorlatilag Magyarország esetében 35 ezer főnyi haderőt engedélyez, szigorúan. Ennek ugye egy huszada lehet hivatásos tiszt, ez 1750 főt tesz ki, egy 15-e lehet altiszt, ez 2333 egész valamennyi, attól függ, hogy lefele vagy fölfele kerekítünk, tehát valószínűsíthetően egy egész ember van, és bocsánat, nem akarok rossz humort idézni, hogy nem egy hadirokkantat tesznek oda, hogy akkor az meg lesz oda harmad vagy negyed ember. És azt is meghatározzák, hogy milyen fegyverezete lehet ennek a haderőnek, hány löveg, a lövegek űrméretét, az 1000 fő után rendszeresített lőfegyvereket, mondjuk így a puskákat, minden 1000 fő után 1150-et lehet, mennyi lőszert lehet adott esetben egy-egy fegyverhez, a géppuskához. Természetesen Magyarországnak akkor már nincs tengere, de a későbbi folyamerőknél, illetve a Dunai flottának a hajóid is azok eltűnnek, mármint olyan értelemben, hogy a szomszédos országok kapják meg, azok nem kerülhetnek a majdán létrejövő honvédség részébe, itt még nemzeti hadseregről van szó, és bármiféle tisztképzés csak egyetlen egy intézményben folyhat, katonai középiskolák, amelyek voltak, ma ezt a kifejezést használnánk mondjuk a katonai al- és főreáliskolákra, amelyek akár közösek, akár honvédségek voltak, nem lehetnek, egy év folyamon maximum 100 fő tanulhat, és ami nagyon lényeges, önkéntesekből álló haderő lehet. Tehát 12 évi szolgálati időt kell vállalni annak, aki katonáskodni akar adott esetben, és a 12 év után még természetesen meghosszabbíthatja a szolgálatát, és hát itt sincs olyan óriási jelentkezés. A másik pedig, amit hozzá kell tenni,
hogy az ország gazdasági helyzete sem teszi lehetővé, hogy ezt az álmodott vagy elképzelt 85 ezer fős haderőt fegyverbe tartsák. 1919 őszén, még az egykori Vörös Hadsereg után és bizonyos sorozások után sokkal jelentősebb a hadsereg létszáma, nincsenek pontosak, de ilyen 100 000 körülre tehető ez a létszám, de ez fokozatosan csökken, és a trianoni békediktátum után megindul ennek a leszerelése, és akkor ott van a másik kérdés, hogy vajon lehet-e bizonyos dolgokat máshova elrejteni, mert a békediktátum azt is meghatározza, hogy milyen fegyvernemek azok, amelyek nem lehetnek. Tehát Magyarország nem tarthat repülőerőket, akkor még nem légierőnek nevezték repülőerőket, nem tarthatnak. Adott esetben, ha a csendőrséget, amely újra visszáll a vörösőrség után, a korábbi időszaknak megfelelően a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter közös alárendeltségébe helyeznék, és annak a létszáma egykoron 12 000 fő volt, akkor az már beleszámítana 35 ezer főbe, és ezért kell 1922-ben a 7. törvényciket úgy megalkotni, hogy a rendőrség és a csendőrség a belügyminiszter alá tartozik csak, tehát nem számítják bele esetleg a 35 ezer főbe, mert korábban ugye közös alárendeltséggel működött. A másik pedig nem lehet vezérkara, nem lehet vezérkari testülete a majdani magyar haderőnek, tehát gyakorlatilag, ahogy fogalmaznak a hozzáértő akkori katonai szakértők, a mai biztonságpolitikusok elődei, bár ők az adott témához azért jobban értettek, hogy ez a haderő arra sem alkalmas, hogy 2 vagy 3 napig, amennyiben a szomszédos országok részére egy összehangolt támadás éri Magyarországot, föltartsák ezt az állapotot, vagy bocsánat, vissza tudják venni a támadást adott esetben. Ugyanakkor a békediktátum aláírása után rendezni kell a hadsereg egyéb kérdését is, és nem csak névről van szó, de mégis egy névváltoztatás, az előadásom címében is adva, egy nemzeti hadseregből Magyar Királyi Honvédség, ugyanis 1922-ben egy korábban megalkotott törvény értelmében január 4-től a Nemzeti Hadsereg a Magyar Királyi Honvédség nevet veszi föl. Eddigre már kialakul az a szervezeti keret is, amely a később hosszú időn keresztül, mint egy 20 éven keresztül áll föl. Kezdetben katonai körletparancsnokságok jönnek létre, arra osztják fel az országot. Ezeket később vegyes dandárparancsnokságokra nevezik át. 7 ilyen parancsnokság jön létre, nagy településekről elnevezve: Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Szeged, Miskolc, Debrecen székhelyel vannak ezek a parancsnokságok. De a haderő létszám ezt a bizonyos 35 ezret nem éri el még az 1920-as évek elején. És a másik, ami az egész haderőre vonatkozóan problémát és konfliktus jelent, és ezt nem lehet vagy nem szabad megkerülnünk, hogy amikor a tiszti állomány apasztásáról van szó, a létszám apasztásáról, hiszen az 1750 fő, és ha belegondolunk, hogy a közös haderőben hányan szolgálnak magyar állampolgárok, és hányan vannak, akik a volt Magyar Királyi Honvédségben szolgálnak, sokkal többen vannak, ezért kialakul egy sajátos, nem is azt mondom rivatizálás, inkább talán ellentét a közös haderőben és a honvédségben szolgáltak között, hogy most melyik kerüljön bele, és körülbelül egyébként a tisztikarban ez 50-50%-ra jön ki, amennyire én ezt vizsgáltam egy bizonyos mintában, és azt kell mondani, hogy ha így veszük, akkor a honvédek előnyt érveztek, hiszen a közös haderőben sokkal több magyar nemzetiségű, magyar állampolgárságú hivatásos tiszt szolgált. A másik pedig el kellett bújtatni, el kellett rejteni azokat a tiszteket, akiket a majdani hadsereg fejlesztésnél szerettek volna alkalmazni, és ezért különböző olyan intézményeket hoznak létre, amelyekben a volt katonatiszteket, hogy így mondjam, rejtik vagy bújtatják, ezek a különböző, főleg és elsősorban különböző sport területére lehet ezt mondani. Ugye az Országos Testnevelési Tanácsnál, amelynek a társelnöke mindig egy altábornagy, aki a rejtés okán, miután nem lehet az 1750 főnyibe, ezért a katonai közigazgatási rangosztályba sorolt katonai közigazgatási alkalmazottak lesznek, korabeli rövidítéssel roskák, és egy altábornagynak a hivatalos titulusa akkor vezérfőtanácsnok. Természetesen hordja az egyenruháját, ugyanazt az illetményt kapja, de el tudják bújtatni az Antant ellenőrző bizottság előtt, mert azt is hozzá kell tenni, hogy Magyarország betartja-e mindazokat az elvárásokat és azokat az elképzeléseket, amelyeket vele szemben megfogalmaznak, arra a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság felügyel, amely 1927. március 31-ig Magyarországon működik, és bejelentésre bármit ellenőrizhet, amely katonai vonatkozásokban lényeges vagy adott esetben meghatározónak számít. És azt kell mondanom ezzel kapcsolatban, hogy oda is figyelnek arra, hogy mi történik, és nem véletlen az, hogy amikor a Honvédelmi Minisztériumnak a szervezetében működő és ezzel a bizottsággal együttműködő osztály megkapja úgymond a kívánságot csütörtökön este 5-kor, hogy
pénteken reggel hova szeretne menni a bizottság, akkor elindul a lázas intézkedés, hogy ahova kimennek látogatni a laktanyába vajon, ott valóban csak annyi katona van, amit hivatalosan lejelentettek, van-e ott egy géppuskával több vagy nem, és hát ugye itt vannak a korszak humoros történetei, amikor az elrejtett repülőgépek szétszerelve különböző tanyákon vannak, egyik helyen a motor, másik helyen adott esetben a sárkány, ez nem a háziasszonyt, vagy nem a anyóst jelenti egyébként, hanem a repülőgép testét abban az időszakban, és hozzá kell azt is tenni, hogy ezeket rejteni kell és el kell menteni. Na most gondoljunk bele, amikor 5 éven keresztül egy ilyen repülőgép motort hordanak jobbra-balra, hogy annak a lehetősége, amikor újra összeraknák a gépet, vajon milyen lehet. Ugyanakkor az egész ország gyakorlatilag úgy tekintett erre a haderőre, hogy ez lesz a letéteményes egy majdani revíziónak, egy olyan revíziónak, amelyben az ország lakosság egyébként egységes volt. Én mindig azt szoktam mondani, és mondom most is, társadalmi állásra, vagyoni helyzetre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül az akkori magyar társadalom egy dologban egységes volt, a trianoni békediktátum elutasításában, és a revíziónak valamilyen szintű végrehajtásában. Hogy a propaganda szintjén a mindent visszanak volt-e realitása, vagy nem, ez egy teljesen más kérdés, de én úgy gondolom, hogy a reálpolitikusok azt mondták, hogy sokkal jobb, ha egy propagandisztikusan mindent visszakérünk, és legalább részleges revíziót elérnénk, vagy elérhetnénk, hiszen letiltva, hogy így fogalmazzak, nem voltak gyakorlatilag ettől Magyarország politikusai, vagy Magyarország, hogy aztán ennek miért kellett 20 esztendőt várni rá, ez egy teljesen másik kérdés. Visszatérve még arra, hogy a rejtés okán aztán, hogy meglegyen az is, aminek meg kéne lenni egy normálisan működő haderőben a vezérkarnak, ezért kitalálták, hogy a vezérkar a Honvédelmi Minisztérium 6. csoportfőnöksége lesz, később átnevezték katonai főcsoportfőnökségnek, majd újra 6. csoportfőnökségnek. A Honvédség főparancsnok a szolgálati állás egy időben a Honvédelmi Minisztérium 7. csoportfőnökségeként működött, és így tovább. És a másik pedig az, hogy a haderő utánpótlásáról is gondoskodni kellett, és erre kitűnően alkalmas volt egyébként bizonyos értelemben az 1921. év 53. törvényszik, ugye a sporttörvény, amelyet Levente törvénynek is szoktak mondani, amely gyakorlatilag egy katonai előképzést biztosított az iskolából már kikerült 12 és 21 év közötti fiatal férfiak számára heti rendszerességgel írt elő, hogy hány alkalommal és milyen kiképzésen kell részt venni. Itt elsősorban sportfoglalkozások voltak, de a honvédség számára oly szükséges alaki foglalkozások, fegyverfogások és egyebek is természetesen szóba kerültek. Végül is 1922. január 4-től, ahogy említettem, ez a nemzeti haderő vagy nemzeti hadsereg magyar királyi honvédségé vált, és az egykori közös, illetve a honvédtisztek, vagy a vörös és a fehér tisztek egységessé váltak, mert azt is hozzá kell tenni, hogy ha arányaiban nézzük, akkor úgymond fehér tisztek, akik Szegedről indultak, nagyon kevesen voltak, mert Szeged gyakorlatilag 1919. júniusától ad lehetőséget, vagy ad alternatívát a tisztek számára, és akik pedig vállalták a szolgálatot 19-ben a vörös hadseregben, azok, amire már utaltam és ismétlem önmagamat, katonai karrierjük nem szenvedett csorbát, bár voltak ugye olyan kitételek, hogy Berekfi Károly, aki akkor még Berger Károly századosként Szegeden ugye jobban vörös volt, mint kellett volna, vagy följelentettek mondjuk Pablas Istvánt, aki később papházi lett, és ugye 12 nyelven beszélő és a katonai hírszerzésnél, a második VKF osztálynál később is nyugállományban alkalmazott személy volt, hogy a megengedhető simulikonság mértékét túllépve működött együtt a vörösökkel, de hát ugye nagyon sokan azt mondták, amit Hennyei Gusztáv, a későbbi külügyminiszter 1944-ben, akkor még fiatal főhadnagyként, Erb Gusztávként, aki Stromfeld mellett szolgált, és azt mondta, amikor a vörös hadsereggel kapcsolatban kihallgatták, hogy az ezredes úr elképzelése az volt, hogy a vörös szín előbb rózsaszínben vagy nemzetibe menjen át, és az a vörös hadsereg is nemzeti célokért küzdött. Én azt gondolom, hogy ebben van igazság, de az igazán a nemzeti célokat a nemzeti hadsereg, illetve a későbbi magyar királyi honvédség fogalmazta meg, és próbált eleget tenni azoknak a kívánalmaknak, amelynek az volt a lényege, hogy Magyarország, ha ilyen kicsi lett, kisebb már ne legyen, de a lehetőség úgy hozza, akkor legyen valamilyen olyan erő, amelyik a revíziót végrehajthatja. Ez a revízió később megvalósulhatott, de nem saját erőből, mert ehhez az a haderő még akkor is, ha fejlesztették, és a 30-as évek végére 100 000 fő fölé emelkedett, nem volt elegendő és alkalmas. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Megköszönöm professzor úrnak a kiváló és informatív előadást. Két nagy ágazaton vagyunk túl, jogrend és hadseregszervezés, és még mindig azt a kérdést
kerülgetjük, folyamatosság vagy újjászervezés, jogfolytonosság vagy modernizáció folyik-e. A hadsereg veszteséglistáinak, a területek veszteségeinek és a jogrend sérülésének számbavételét követően a talpraálláshoz minden területen a szembenézésre volt szükség, és alapvetően ez a számvetés nem csak a területeket és a legszembeötlőbben a népességet jelentette, hanem az ipar, az agrárium, a vízügy és minden más ágazatot is érintett.